Gyepi! Hát, hogy kerülsz ide? Mi újság van? Hát kidobott a Tisza? Ja, mi történt? Baszki, kilökött? Nem bírt elviselni? Ekkora tömeget már a Tisza sem bírt el. Szavaztok amúgy. Sziasztok! Tippeljétek, mert milyen városban vagyunk. A Tisza parton vagyunk, ugye? Igen. Ez egy Tisza parti város. Itt van egy ilyen... De várj, ez kettészeli a Tisza amúgy ezt a várost? Ketté, igen. Nem? Kettészeli? Igen. Kettészeli a Tisza. Még valami plusz folyóval, aztán itt van még egy ilyen kereszteződés. Igen. Figyelj, adunk 5 másodpercet, jó? Légy szíves, cseten írjátok be, hogy melyik városban lehetünk. Kettészeli a Tisza, és elég délen van eléggé. Csak kapnak valami nyereményt, akik eltalálják? Igen, akik eltalálják, kapnak nyereményt. Hogy hol lehetünk? Azt, hogy nem lesznek kibannolva a csatornán. Nem. Háromra mondjuk ki. Jó van. Három. Szeged. Majdnem azt mondom, Tisza. Szóval Szolnokon vagyunk. Szolnokon? Nem Szegeden? Ja. Szóval Szeged... Én már nem tudom, hol vagyok. Hát mi már itt vagyunk egy napja, tehát majdnem igen, kettő. Én egy napja, Miki csak egy... Hát én nem, én egy... Elmesélhet a történeted? Ja igen, ugye volt egy verseny Szerbiába, ami ugye innen, itt röszkén mentünk át a határon, és mentünk volna, de a pupit kiszedték, mert hát tetőtől talpig tele volt bombával szerelve, tele volt droggal amúgy. Igazából Escobarnak nem volt ennyi. Igen, úgy nem engedték, ja. Azt mondták, hogy kinyitották a Duster csomagtartót, és így dölt ki a port. Meg a vízilovak. Milyen vízilovak? Escobarnak voltak vízilovai. Tényleg? Ja, előszaporodtak. Ja, azt hittem, most engem sértegetsz, hogy vízilovai. Nem. Amúgy az a igazság, hogy Pupinak lejárt a személye, és nem jöhetett át. Igen. Szóval a határon azt mondták, hogy te innen nem mész sehova. Én meg ugye egyedül folytattam, mert hát ugye versenyen nem jelenek meg, az úgy kellemetlen, úgyhogy nekem kellett menni sajnos. Hát a pupi az itt volt egész nap, tegnap, igen. Reggeltől estig. Olyan délután egytől. Délután egytől egészen éjjelig. Igen. Mivel igen, én éjjel 3 óra után, majdnem 4-kor értem ide, mert a röszkei határon visszafele 5,5 órát vesztegeltünk. 5,5 óráig tartott, mire a röszkei szerb határtól, igen, a szerb határtól a magyar határig, az a körülbelül szerintem annyi sincs, hogy 300 méter talán, az 5,5 óra volt, gyerekek, annyira durva, kegyetlen. Hát, baszki, ez valami katasztrofális, ahogy itt mennek a dolgok. Ennyiből azért kicsit nem sajnáltam, hogy lejárt a személyim. És ráadásul azért sem sajnálom, mert volt lehetőségem itt kicsit körülnézni Szegeden, és meg kell hagynom, hogy itt igen, szegediek, büszkék lehetek a városotokra, mert gyönyörű hely. És tényleg ő sem beszéltek amúgy? Annyira, volt olyan? Nem tűnt fel annyira. Én nekem se tűnt fel. Mert ugye én is itt aludtam, és hát ma reggeltől, meg ugye én is itt vagyok egész nap. Hát egész nap, hát délután van most, kora délután. Úgyhogy nem igazán beszélt. De szerintem inkább ez a környező, ilyen vidéki talán, nem? Ilyen kis falvakban lehet talán. Ilyen... Nem tudom, de szerintem... Nekem van egy pár szegedi ismerősöm, és egyik se beszélősen. Konkrét céllal jöttünk még hozzá, van itt egy kihívás, amit hát azt mondták, hogy próbáljam meg. Megmondom őszintén, nagyon nem érzem ma. Mert aludtam körülbelül... Majdnem 4-kor érkezett. Nekem a tegnapi nap az egy ilyen full adrenalinos, stresszes, pörgős nap volt. Nem érzem úgy, hogy én most bármilyen nagy dolgot képes vagyok. Ezt megfáznám, Miki, mert természetesen ilyen kellemes időben pólóba kell pakolni. Pólóba kell kamiont pakolni, igen, meg ilyesmi, úgyhogy kicsit meg is vagyok fázva. De megint úgy kezdjük, hogy kifogásokkal. Nem kellek a kifogások. Nézzük meg, hogy mi lesz. Nem, ezek nem kifogások, figyelj, ezek a tények. Ezek a tények, ez igaz. De én igazából csak nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ez. Nekem piszkálja a fantáziám, mert én ezt már régóta láttam, ezt a kihívást, és úgy voltam vele, hogy akkor már kössük össze a kellemest hasznosan, ha már úgyis itt lesz verseny, innen nem messze, akkor miért ne maradnánk itt? Ez nekünk amúgy is élmény. És amúgy minden szempontból tényleg gyönyörű a város, minden szempontból. Csajokra gondolsz? Szépek. Én nem tudom, én nem láttam egy, szerintem itt nincsenek is nők erre. Szóval tartsatok velünk a mai videóban is, és... velünk? Hát, drukkoljatok, hát ha sikerül megennem. Szóval csatok a Mikinek. Te meg eszel valami nagyon jót. Megkérdezzük, hogy mi a helyi specialitás. Ja. Ne helyi specialitását szeretném. Remélem valami finommal meglepnek. We'll be right back.
most jöttem bringával. Képzeljétek el, hogy most itt vagyunk, Szegeden vagyunk, itt vagyunk Szegeden, vagy Szögödön, nem tudom, hogy mondjam. Van itt Szegeden egy nagyon érdekes hamburgerező, és van nekik egy challenge-ük, amit eddig még senki nem tudott megcsinálni. És hát gondoltam, bepróbálkozok, aztán meglátjuk. Lehet, hogy én leszek az első, de lehet, hogy én is elvérzek ezen a viadalon. Egyébként itt van ő az, aki elkövette ezt a bűncselekményt, hogy az embereket megkínálja ilyen nagyon durva, nagyon brutális hambikkal. Azt mondja Vlad bácsi, hogy itt valami nagyon-nagyon durva, nagyon brutális ez a dolog, amit ő kitalált. Úgyhogy hát megnézzük, nagyon kíváncsi vagyok. Nézzük meg, hogy készül, ki készítik, és hol a három legfőbb dolog. Egyébként Szegeden vagyunk, tököm tudja milyen utcában, nem tudom, hol vagyunk. Vitéz utcában vagyunk, na. Haló! Na, jó napot kívánok! Jó napot, szia! Tényleg van nálad valami nagyon durva dolog? Hát egy ilyen kis lájtos, ha neked való. Kis lájtos. De ez kalóriában ez mennyi? Számoltad már? Nem mertem neki állni. Ilyen majdnem update. Majdnem update. Súlyban mennyi? Hát 12 darab 125 grammos marhahús van benne, az ilyen másfél kiló. Van rajta egy kis fél kiló füstölt sajtsac per kb. Egy kis 40 dekányi grillkolbász, két tükörtojás, egy kis sült békanszalon, na ilyen kis lájtos, semmi extra. 16-an voltak, akik bemerték vállalni, te leszel a 17-dik. Akkor viszont szerintem megmutatod, hogy hogyan készül? Meg persze, hogyne, természetesen. Áj, de jó. Egyébként ezek milyen húsik? Ez saját fűszerezésű marhahús pogácsa. Van egy húsüzem itt Szegeden, és velük vagyok lepaktálva, hogy az én fűszerezésem alapján leadom a rendelést, és szépen elhozzák nekem. Mindig friss. Figyelj, sok mindent mondtak már rám, de azt, hogy nem finom, azt még nem. Gyönyörű picike zsömlét adok, hogy ne az legyen, hogy szénhidráttal foglak bombázni. Ráadásul egy rozsos zsömle. Csak hát azért, figyeljünk, én mondtam, hogy update lesz, tehát, hogy... Akkor ez egy full egészséges dolog. Teljesen laza. Hát nem is kihívás ez, nem? Hát most... Igen. Hoztam csak neked speciálban egy szép kis tálat majd. Látod, tehát, hogy... Akkor én ezt megyek, és akkor megeszem. Köszönöm. Kicsit így fölvágom, hogy legyen egy kicsit többnek tűnjön, tudod? Ó, hát ez teljesen barátságos. Ez nagyon barátságos, igen. Így van. Eddig még nem, így most még nem ijednék meg tőle, de majd ez lesz, hogy gondolom gonoszabb is lesz. Én ezelőtt 4 évvel kezdtem pályafutásomat a vállalkozásdiba, és egy 20 négyzetméteres üzletbe kezdtem. Maga a hely, ahol kezdtem, az a Csillagtéri Szeged, az egy kicsit ilyen gettó, és hát ott ragasztották rám, hogy hát Szegeden nem nagyon ettek még ilyen zura hambit, és azért lett zura. Ne legyen az a hétköznapi, az a snassz, unalmas. Ez olyan egyedi. Annyi csípősöt ettem mostanában. Nem, hát nem azzal akarlak elijeszteni, hogy mennyire csípős. Az is a neve, hogy Devil Burger, nem? Így van, Devil Burger. De azért, mert csípős is vagy? Hát az a helyzet, hogy én Devil Burgernek akartam hívni. Debil. Ja, debil. Igen, csak egy kicsit vissza kellett fognom magam. Ja, hogy mert azért annyira. Csak vendéglátásról beszélünk valamilyen szinten. Csak egy street food, és azért lett Devil. De szerintem legalábbis... Mondjuk azt, hogy azért, mert csípős van benne, nem? Van, így van. Fogjuk rá. Kezdek kicsit félni. Az mi tojás? 2 darab kis... Az a saját pincuri. Tojásod? Az is? Te tojtad? Ezt megbeszéljük adás után. Kicsit megpirítottuk a kis zsömlét. Kevés kis jalapeñót rakunk az aljára, hogy legyen egy kis zöldség benne. És egyébként, amiről mi nem beszéltünk, kérlek. A zöldség tényleg, mert az egészséges, ugye? Paprika az a zöldségnek számít. Az a helyzet, hogy a legtöbb helyen azt tapasztalom, hogy telerakják különböző salátával, káposztával. Igen. És ezáltal sajnos tehát nincs már meg a hamburgernek az íze. Én nem azt szeretném, hogy a kedves vendéget teletoljam a legolcsóbb ez alapanyagokkal. A ez az egyik szószocskám, igen, ez enyhén csípős, semmi igen, extra. Például néztem, az a igazi texasi hamburger, az tényleg körülbelül csak a buci,
hús, meg sajt, meg békön max. Igen, is. Igen. Ennyi, szóval nincs. Nem nagyon van, max egy hagymát beleraknak, egy hagymakarikát, tehát de pirított hagyma. Így van. Ez is saját. Én pirítom, képzel. Az látszik egyébként, hogy ez nem... Teljesen más az íze amúgy, mint... Lehet, hogy nem néz ki olyan jó, de nagyon finom. És amiről mi nem beszéltünk, hogy... Igen? Ez a challenge, de amúgy időkorláthoz van kötve, ugye? Igen, igen. 20 perce van a kedves vállalkozó szellemű. 20 perc alatt? Így van. Az a helyzet, hogy nem lehet spórolni, mert akkor az már nem olyan. Az már nem olyan zura. Az már olyan cinó. Minden reggel én reszelem, frissen. Ja. Tehát azért, hogyha megnézed, az azért nem egy száraz sajtról beszélünk. Oké, hogy ti vagytok az első vendégek, de azért na. Igen, és akkor így. Látod? Tehát, hogy azért spórolok a sajton, azért látjátok, hogy csak minden másodikra kerül. Hú, gyerekek, te úristen! Az országban voltam egy jó pár helyen én is hamburgerezni, mert én imádom a hamburgereket, ahogy látszik is rajtam. És őszintén megmondom, nem találtam még csak hasonlót se. Megéheztél a sajtot? Nagyon durva. Hát az biztos, hogy jól lépni, csak kurva sok az a baj. Mi áll annak, aki megcsinálja? Van valami dicsőségfalat, vagy ilyesmi? Igen, igen. Ugye mondjuk még nem nagyon volt rá szükség, ugye? Van dicsőségfalam, csak annyira üres. Hogyha mégis úgy ítélnéd meg, hogy kevés a sajt, szólj nyugodtan. Hát azért tényleg azért rutinod van, az látszik. Hogy nem most csinálsz először ilyet. Hát 8 éven keresztül egy helyen dolgoztam hamburgeresként. Igen, vendéglátóipari eladó vagyok. Lövöm. A békönből nem raktam sokat, ha gondolod, oda rakhatok még egy keveset. Lehet igen, nincs rajta elég kalória azért. Igen, látom, tehát, hogy ez ilyen... Figyelj, mondtam, hogy fogyókúrás maga a zsömle. Ez diétába belefér, ugye? Hogy a wiringban-e? Figyelj, csak a következő versenyedet, ha megnyered, ennek köszönheted. Hát az biztos, hogy ez mellett hát, lehet azért tevékenykedni. Így gondoltam, ez egy Devil Burger. Volt egy kis tesója, amit levettem az étlapról. 8 húsos gizda. És akkor sokan mondták, hogy ugyan már, akkor mondom, toljuk meg egy kis ezzel, meg azzal. Hát ez sikerült. Szerintem. Uram, jó étvágyat kívánok! Hát, nem tudom, szívószálat, valamit kérsz hozzá esetleg? Hát egy vizet. Jó van, Pupi, figyelj, én megvárlak, és akkor eszünk együtt, mit szólsz? Jó. És akkor legalább lehet, motiváljuk egymást. Nekiállok vladizmust alkotni. Kapsz hozzá kést is villát. Általában amúgy ez csak dísz szokott lenni. Vagy szívószálat használnak, vagy nem foglalkoznak vele, és csucsognak a lucsoktól, majd meglátod. Lehet fürödni utána a végén, hogyha végeztél. Amúgy te ilyen nagy szószizé is vagy, ilyen szószkeverő? Nagyon, igen, én imádom. Amúgy szerintem nincs olyan férfi, aki nem szereti így ugye? A szószokat. És a férfiaknak imádom. Van egy olyan tudásuk, hogy a belső hangok, tudod? Mindig tesztelgetem, veszem az újabbnál újabb, különlegesebbnél, különlegesebb szószokat, ugye üzletekben is. Aha, nem meg én magamnak is szoktam amúgy. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed a... Most a ti házi szósz. A házi szósz, házi... Bizony, bizony. A titkos recept vagy az így van, titkos? A titkos recept, így van, az sajnos, ha elmondom, akkor ki kéne, hogy hívjalak a hóra. Akkor azt nem tudjuk meg, hogy mi volt, mi lesz, mi volt, mi van benne, vagy mi volt benne. Tehát az alján füstölt sajt van, rá van rakva két hús, ugye, alapból egy, de hát fagyókúrázunk, ezért kellett a kettő. A tetejére a cheddar, és így a füstölt és a cheddar sajt között lesz a hús. Valami eszméletlen ízkavalkát, komolyan. A füstölt és a cheddar sajt között vannak a húsok. Be lesz burkolva sajttal. Persze. Ez nagyon durva amúgy. Ez kegyetlen jól néz ki. Reméljük, hogy finom is. Tudod milyen, hogy jól néz ki egy hölgy, de belülről üres, az nem oké, de... Igen, ez igen. Nem csak jó. De akkor nálad nem nagyon panaszkodnak, hogy rossz a izé, ugye? Hát figyelj, általában azt szokták mondani, hogy ez egyre nagyobb. Egyre nagyobb. Igen. Tehát a bacon az mutatóba tudott, tehát figyelünk a hűcsire. Rá is hűcsire. Alulról ezt rá fogod hajtani, mi? Hogyne? Mint egy batyú olyan lesz. De durva. Fenomenális, majd meglátod. Nem lapka sajttal dolgozom, hanem minőségi cheddar sajttal. Próbálok mindenből a minőségre törekedni. Tehát vagy minőség és mennyiség, vagy akkor inkább nem csinálok semmit. Tehát
még hagyjuk egy kicsit pirulni, tudod, igen, hogy így. Amúgy diétázók járnak ide sokan, ilyen? Szoktak. Van megoldás mindenre amúgy. Vannak isteni finom saját készítésű sajtgolyóim, amúgy komolyan. Tényleg? Ilyen. Vegán, ezért nincsen kajáról? Hát az a helyzet, hogy ezt a célcsoportot nem szeretném, mert hát lefogynék én is, és akkor nem lennék szavahihető. Igen, hitelét vesztenéd, így van. Hát így néz ki. Akkor leviszem a Devil mellé, és össze is lehet hasonlítani. Meg kell lennem ezt is, mert meg kell lennem ezt is. Nem. Nem? Ő az enyém. De akkor Pupi, te mit teszel tényleg? Hogy akkor ezt megeszem? Én is bevállalom. Bevállalod ezt a részét, de rendes vagy. Ha szeretnéd, szerintem kapok még egyet belőle, mert megmondom, ha szeretnéd. Ha éhes marad, az tiéd lehet. Srácok, akkor szerintem, hát álljunk neki, nem? Nézzük meg, hogy mit bír a kis testünk. Most ezt így, hát nem tudom. Gyönyörű. Akkor kezdjük el enni, Pupi. Kezdjük. Kezd megjönni az étvágya, megmondom őszintén egyébként. Megmondom őszintén, hogy nekem is. Dörd el most. Eldöntöm, mert ezt így állva, ezt amúgy is szét kell szednem. Úgyhogy, ha így fogom, fölemelem, és így körbe rágyom. Tényleg, mint a kukoricát. Nem jó? De miért ne? Akkor, légy szíves, Pupi, foglalj helyet körömben. Jövök. Itt lesz megmaszható le. Na jó, Pupi, akkor jó étvágyat. Jó étvágyat. Szószok, hogy nem rakod ideket érte, és akkor belekostok én is, mert azt mondták, hogy ezek mind egyedi házi szószok. Egyedi házi szószok? Aha, és itt kíváncsi. Tomi, itt az én villám, bocsánat. Megkostom, ami el nem visz mindenféle. Jó van. Ez ilyen mézes mustár jellegű dolog? Mi ez? Ez fokhagylám. De miért édes? Édes. Tehát, édes, aha. Egyedi, nagyon egyedi. Másik nem. Meg ilyen uborkás, nem? Ez ilyen igazi hamburger szósz ízű. Igen. Neked ilyen van szerintem a hamburger. Nagyon egyedi. Nagyon egyedi. Ezt tudom. Igen. Na, hát akkor elkezdem szétbontani. Na, akkor verseny, melyik az véget hamar? Persze. Aha, igen, belül még nagyon forró. Hú, gyerekek, tényleg, ez technika kell. Szerintem azt fogom csinálni, hogy kihúzogatom még a pálcákat. Amit megtalálok, amit nem, azt már megeszem. Mit szólsz oda? Megbeszéltük. És akkor ennek így kéne lennie? Hoppá. Jó? Nagyon. Ugye az egyedi szósz van benne, az ugye már adnak egy plusz. Viszont az, hogy ugye a sajtot elpirították. Nagyon imádom azt, hogy jól le van pirítva a sajt. Az Isten ilyen kiadja, ez az ízharmóniában van. Egyedi szósz, meg az a pirított sajt. Amúgy is a sajtot imádom. Ezen tényleg jó lucsogót. Igen. Jó, hát ezt megértem, hogyha valaki kérsebb villával lenné, de én maradok a hagyományos módszernél. Ez a sajt imádó a trükk. Igen, meg ugye ez a pirított sajt a szélem, hogy le kellett pirítani, hogy elbírják hajtani a húsra. Ezt a videóban láthatjátok. Ez jó. Igen. Ez még... elő az ilyen. Én úgy érzem, győzni fogok. Igen. És ez a pirított sajt benne, ez jó. Adja. Amúgy most komolyan kérdezem, volt már valahol, ahol ettél hasonló? Itt ugye a szósz egyedi, meg az, hogy rá van hajtva a sajt. Nem, azt éve lehetem, igen. Hogy így ebben a formában nem. Hogy tényleg úgy, hogy le van pirítva a szél, és úgy ráhajtva, hogy ilyenben még nem. Még tudja, hogy mire vágysz, a kőgolyó királya. Fél marhát egyedül bevágja. Jó kedvet teremt, amikor kell. Csak ki a PayPal-t iratkozz fel. Két borsú kóla hamburgerrel. Elbánik mindig a csilikkel. Só helyett fűszer a tanabóhol fortnál.
és itt vége lesz mindennek. A versenysúlyomat diszkúges kell a méremnek. Szeretem a csirke mellett rizssel mellesleg. Pupi megeszik mindent, ha észrevesz. Ezektől majd hajd és mérges lesz. Ettől majd ti is félhettek, mert tőlem Miki sem védhet meg. Jó kedvet teremt, amikor kell. Csak ki a PayPal-t iratkozz fel. Két korsú kóra hamburgerrel. Elválik mindig a csilékkel. Só helyett fűszer a tanabóhol. Fortnite-ban ettől darabóhol. Sörpul, borkol, de itt kis a bóhol. Ettől ő mindent ledarol. Pont a lényeg, pont a lényeg. Kérdek a törlést? Gyerekek, hát én a 20 percet, hát igazából az izében kicsúsztam. Én el tudok majd azon kezdeni, hogy maradjak? Figyelj, nem segítesz be nekem? Már fosztasz meg egyet? Meg tudtad volna csinálni. De nem akartam. Nem akartam, mert meghagyom a lehetőséget másnak, hogy jöjjön el, és próbálja meg. Még eszek belőle. Jó, ugottam. Meghagytad ezt a bucit is? Pucit adhatsz belőle. Úgy nézd, két buci között egy sor. Na, bőbben. Amit két hús között. Na, meleg, meleg, meleg. Nem ment, hogy elteltél? Amúgy igen, mert ugye az a uradizmus azért sajt, szósz, minden összekombózva. Hogy most figyelj, őszintén, hát az egy ilyen gladizmus burger, de szerintem teljesen jól lakik egy ember most. Hát gyerekek, aki eljön és megeszi, az a vendégem egy videóra. Köszönöm szépen. Tényleg. Gondolod, hogy be tudnád tolni, amúgy, hogyha tényleg oda rakod magad? Hogy... Szerintem nem, őszinte leszek. Aha. Nem hiszem, hogy meg tudnám enni, de hát szerintem a kolbászok elfogytak volna, aha, meg hát... Nem sok maradt volna, nem, de maradt volna még. Tehát maradt volna még pár hús darab, igen. De ezt viszont elviszem. Nyugodt, persze, csomagolom. Múltkor öten jöttek, és öt debilt egyszerre csináltam. Asztal! Van nagyon finom Nutellával töltött mascarpone sajt alapú csoki öntetes kókuszreszelékes valami baszott jó. Így betanultad ezt a mondatot? Hát kóstoljuk ma akkor ezt a desszertet is. Igen, Miki, én csak egy darabot viszek, nézd. Így, de ezt így lenyúlom magamnak. Többi megnyúlom. Igen, igen. Szeretem, ezt már szeretem. Az a baj, nekem a kókusz a kicsit érzékeny a pocak. Szeretem egyébként, csak. Hát nem úgy meg, mindig. Hát egy jó gladizmus után már minden az. De van túró. Aha. Te így kitaláltad, és ennyi? Hát már nagyon jó. Akkor nem úgy csalódnék neked többet amúgy. Kész? Ugye nem kell. Kész még egy szempontaktot rá? Szemrátéte? De ez hogy csinál? Ez elmondod ennek az izékben? Nem mondod el? Kamerán kívül? Ennyi. Tehát semmi. Imádom. Túró, cukor. Én amúgy nagyon túró gombozban vagyok egyébként. Imádom. Én is imádom amúgy. Hát köszönjük szépen. Akkor megköszönjük a tulajdonosnak, a kitalálójának ennek a... Köszönjük szépen. Hú, ennek a brutális kajának. Desszertel kellett volna kezdeni. Abból egy challenge-et, tudod, nem lehet abból, hogy... Megoldjuk. Kirakjuk vele az asztal. Megoldjuk, egyre nagyobb lesz. Ah. Szóval még egyszer elmondom, hogy aki eljön ide és megcsinálja ezt a challenge-et, hogy szem? Challenge-et. Igazad van, tényleg. Eljön ide, és tényleg 20 perc alatt ezt letolja, én már most... Azt mondom, hogy nem hiszem, hogy lesz ilyenek, ezt megcsinálja. De ha van, akkor ő vegye föl velem a kapcsolatot, és mindenképpen behívjuk őt egy közös videóba, akár Pupival, vagy Tibivel, vagy bárki, vagy közösen. A Tibivel egy csípősbe. Hát nem biztos, hogy egy csípőset bevállalja. Hát nagyon szépen köszönjük egyébként, hogy itt lettünk. Én köszönöm, hogy eljöttetek. Én is köszönöm a gladizmust. Gyertek máskor is nagy szeretettel, várlak benneteket. Szeged Vitéz utca 3. Akkor jól mondtam, hogy Vitéz utca. Hogyha szeretnétek zuraságokat tolni, garantálom, hogy nem mindenhol kaptok ilyen íz kombinációkat, úgyhogy várok benneteket, sok szeretet. Egyedi szószok vannak, úgy igen, meg egyébként hányféle burger, ez nagyon sok. Egy 30 pitty-putty. Én meg ajánlani tudom, hogy ezt a desszertet, ezt kóstoljátok meg, amit itt a végén ettünk, mert nem fogjátok megbánni. Az én vállalok rá garanciát, hogy ez kegyetlen jó. Maga a hamburger hús, az ránézésre, mert szerintem piros paprika lehet benne, vagy valami, mert látszik rajta, hogy
Ránézésre majdnem olyan, mint a kolbász lenne. Elveszi a végén a munkámat. Én jegyzett a legnagyobb, megcsinálom otthon egyébként. Úgyhogy hamarosan nyílik Esztergomba az Zura Burger 2.0. Na jó, tényleg még egyszer köszönjük mindenkit. Köszönjük mindenkinek, beütött a kajakóma. Még mielőtt elájulok, akkor elköszönök. Linkek a leírásba. Következő videóban jelentkezünk hamarosan. Köszönjük mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttetek még egyszer. Egy ilyen ökölpacsit. Ökölpacsit. Meglettünk zurázva. Hello, sziasztok! Sziasztok! Feszítsünk, azaz. Még.